Az összeomlás fenyegeti a vasúti közlekedést a mávnál tapasztalható munkaerő hiány miatt, állítja a DK. A párt szerint az Orbáni megszorítások miatt egymás után hullanak szét az alapvető állami szolgáltatások. Vendégünk Arató Gergely, jó estét kívánok, képviselő úr! Jó estét kívánok! Ugye azt már tudjuk, mert erről többször szó esett, hogy a vágányhálózat milyen állapotban van, hogy sebességkorlátozás van még az egyes pályán is, ami ugye a Budapest helyes halompálya, és hát arról meg szintén értesültünk egy korábbi időszakban, hogy a kelet-magyarországi pályák milyen szörnyű állapotban vannak. Ez képest egy újabb hullám az, hogy nem lesz, aki mozdonyt vezessen? És ott ugye tegyük hozzá, hogy ezen kívül ráadásul a szerelvényekkel is probléma van, ugye a szálvonalak bezárását részben avval indokolják, hogy nem nincs elő megfelelően motorvonat, arról nem beszél, hogy volt olyan a nyáron, amikor kigyulladt ott a nyílt pályán a, a, a vonat, de hát aki itt mondjuk a Pest környéki elővárosi közlekedésben utazik, az tudja, hogy akár itt a Kőbányán Kispesten keresztül menő Lajos Mizsei vonalon is a lehető legváltozatosabb vasúti indulnak, és szerelvények, amiket éppen össze tud kaparni a MÁV. Tehát ma a máv csak három dolog hiányzik a vasúthoz, a pálya, a szerelvény, és a vasutas, aki elvezeti a mozdonyt, meg aki kalauszként esetleg forgalmi szolgálattevőként egyéb módon közreműködik a vasút. Van egy negyedik is, mert ezek összefüggnek a pénz. Ezek összefüggnek, és, és ugye van egy ötödik, mert hogyha rossz minőségű a szolgáltatás, mert semmi sem működik, akkor az utas is egyre kevesebb lesz. Az meg egyébként már mindenkinek probléma, nem csak annak, aki vonattal utazna, mert ezek az emberek aztán majd ö, majd kocsival lesznek kénytelenek utazni oda is, ahová egyébként mehetnének vonattal, ami megint csak nem jó senkinek. De visszakanyarodva, miről van szó? Igen, nincsen pénz, ez teljesen nyilvánvaló, És de miért nincsen pénz, ugye ez az igazi kérdés? Azért nincs pénz, mert nagyon-nagyon elhibázott az a fajta működési rend és értékrend, ahogy a Fidesz vezeti ezt az országot. Jaktra tellett. Arra, hogy milliárdos profitokat vegyenek ki a cégeikből, mondjuk az Orbán család tagjai, arra volt elég pénz, és a két dolog nagyon szorosan összefügg, félreértés nehesség, mert az egyik forrás, amiből a mészáros cégeknek, vagy éppen az Orbán család bányáinak a bevétele származik, azok éppen a túlárazott vasúti beruházások. Magyarán egyik oldalt kilapátolják, vagy mondhatnám úgy is, hogy teherkocsival kiviszik a pénzt a vasútból, és akkor mondok még egy dolgot, miközben a vasutasok 5% garantált béremelést kaptak idén, 5, -5 miközben az infláció, nem tudjuk de hát a 20% körül van még mindig, közben Lázár János érkeztével új vezetőket neveztek ki a vasúthoz tartozó cégekhez, ahol másfélszerestől három és félszeresig terjedt a fizetésemelés, ennyivel magasabb jövedelmet kapnak, és legyen, ne legyen félreértés, itt nem pár százezer forintos jövedelmekről beszélünk, hanem az egymilliós fizetést emelték két-három milliósra. De az lenni, a versenyszférával kell versenyeznie az állami vezetőknek is, mert másképp nem kapnak meg szóval a, a versenyszférával kell versenyeznie a állami szolgáltatásoknak is. Tehát a vasútnál dolgozó is megteheti azt, hogy elmegy máshova dolgozni, vagy mert ugye a versenyszférában se túl jók a bérek, megteheti azt, hogy elmegy Nyugat-Európába dolgozni erre a, a területre, vagy más területre. Hát nagyjából 8 os a munkaerőhiány a MÁV-nál, hogyha úgy átlagoljuk az egészet. Nem tudom, hogy ezen belül mondjuk a vezetők száma mekkora. De ezt képest a hozzáértők azt mondják, hogy igen, de ugye ez sem ez egyenletesen oszlik el. Tehát az irodaházakban, a főosztályokon, a, a központi szervezetekben, a bürokráciában, ott azért be vannak töltve az állások. Az a baj, és ezért mondom azt, hogy van egy ilyen típusú problémája is a, a MÁV-nak, de azért van itt egy általános probléma. Mert a MÁV helyzete az ugyanarról szól, mint a magyar egészségügy helyzete, a magyar oktatás helyzete. Ennek a kormánynak nem fontos az, hogy működjenek az állami szolgáltatások. Ezt a kormányt nem érdekli az, hogy egyébként az emberek eljutnak-e a munkahelyükre, hogy meg tudnak-e gyógyulni, vagy éppenséggel, hogy a gyereküknek lesz-e angol tanára, vagy osztályfőnök. Ez izgalomban nem tartja ezt a kormányt, de valamilyen módon mégis meg kell oldania. Tehát ha az emberek nem jutnak el a munkahelyükre, az nagyobb kárt okoz, mint hogyha fizetnek kell, fizetniük kell a mávnak mondjuk a normális működésért. De ezt gondolná az ember, csak ugye ezek hosszú távú hatások. A mávot is azért a vasutasok tudata valamennyire összetartja. Azért a vonatok majdnem mindig elindulnak, csak legfőjebb késnek, legfőjebb egy-egy járat, járat kimarad. De egyébként ez a nemzetgazdaságnak is súlyos kárt okoz, de hát ezt majd a munkavállalón a főnök vagy a tulajdonos leveri a cégnél, hogy Pista, miért nem értél be dolgozni? Nem a MÁV vezérigazgatót fogja a szőnyek szélére állítani, vagy Lázár Jánost, hogy nem érkezett be a munkásom munkakezdésre, mert nem jött a vonat, hanem a munkavállaló lesz, aki megint, megint veszít ezen. Jó, az, az a baj, állapot, hogy... Az állapotot, bocsánat, megbeszéltük. Mi a megoldás? Mi a DK javaslata? Alapvetően az árnyékkormány, Dobrev Klára, Munkat, a Szociál árnyék árnyékkormánya azt mondja, hogy a társadalmunk, a gazdasága működésének az alapja azok a jól működő állami szolgáltatások. Tehát szükség van jól működő egészségügyre, jól működő oktatásra, vagy éppenséggel jól működő vasútra. És amikor mi arról beszélünk, hogy nem az árakat kell emelni, nem az Orbán inflációt le kell törni, és helyette egy bérfelzárkóztatási programot kell ö, indítani, akkor azt is mondjuk, hogy ennek az egyik fontos eleme az azt az jelenti, hogy rendbe kell rakni ezekben az állami szolgáltatásokban dolgozóknak a bérek. Az államnak közvetlen befolyása van a bérekre, hozzáteszem a versenyszférában is kell béremelés, csak ott ez bonyolultabban, bonyolultabban lehet elérni muszáj az államnak költeni arra, hogy működjenek ezek a szolgáltatások, meg kell fogni a fölösleges kiadásokat, meg kell fogni a nagy vízfejeket, meg kell fogni a fölöslegesen magas vezetői béreket, és helyette ezeken a szerzeteken belül is oda kell a forrásokat biztosítani, ahol az érdemi munkát végzik, ahol azok vannak, akiktől megy a máv és megy a vasút. Arra frakcióvezető helyettese volt a vendégünk, köszönöm. Köszönöm szépen.